Köszönöm szépen, teljes volt. Új költségvetési tervezetet mutatott be a városvezetése hétfő este. A képviselőtestület harmadik alkalommal gyűlt össze, hogy informális ülésen tárgyaljanak a 2020-as városi gazdálkodás tervéről. A már elindított beruházások önerejének fedezetét eddig hitelfelvételével kívánták biztosítani. A múlt heti bizottsági ülések kormánypárti hozzászólásai alapján azonban úgy tűnik, nem számíthat újabb hitelfelvételi engedélyre a város, és a Fidesz frakció az eredeti számokkal nem fogja megszavazni a tervezetet. A bizottsági ülések napjának estéjén nyilvánvalóan várt, hogy a testület fele Fidesz frakció nem fogja megszavazni a költségvetést hitellel, ezért azt mondtuk, hogy továbbítjuk ezt a konstruktív együttműködést, megalkítjuk ezt a költségvetést hitel nélkül. Budai Lóránd polgármester mutatta be az új tervet. Eszerint a beruházások közül a Vaspálya utca környékének fejlesztését és a munkásszálló építését visszamondja a város, és az eddig tervezetnél is kevesebbet fordít a kultúrára, a sportra és a civil szervezetekre. A már eredetileg is megvágott támogatási összeget a nem kötelező feladatoknál megfelezik, ha nem tud újabb hitelt felvenni a város. Tudhattuk meg a polgármestertől. Szerintem az elmúlt decemberi és a januári információk alapján nem valószínű ez. Meg lehet próbálni, de sokkal rosszabb lesz évközben új költségvetést készíteni. Fogalmazott az újabb hitelkérelem lehetőségéről a Fidesz képviselőcsoportjának vezetője. A vállalkozókkal folytatott egyeztetés után továbbra is úgy látják, hogy alul tervezték a helyi iparűzési adóbevételt. Az Electrolux kivonulása miatt összességében a tervezett 600 millió forintos kieséssel szemben szerintük 400 millió forintos mínusszal kell számolni. Támogatják bizonyos beruházások visszamondását, illetve a Malom projekt kifizetésének utolsó részletét átütemeznék, valamint kérnék a decemberben jóváhagyott hitel fel nem használt 260 millió forintjának átcsoportosítását. Az a 200 millió forint, amiről beszélsz, az adóbevételnél az hogyan áll össze? Mert azért 200 millió forint az nagyon sok kimondani, nagyon lazán lehet, de azért tervezési szinten azt gondolom, hogy azért ennél kicsit megalapozottabbnak kéne lenni. Az alpolgármester nem osztotta a Fidesz képviselőinek optimizmusát és felvetette, hogy közel 200 millió forintba kerülne a már támogatott projektek visszamondása úgy is, hogy nem készül el belőlük semmi. De megjegyezte, amennyiben az adóbevétel kiesés mértékét 500 millió forintban állapítják meg, akkor megteremthető a nem kötelező feladatok második fél éves támogatásának fedezete. Ha nincs megpróbálva hitelfelvétel, akkor biztos, hogy nem lesz. Én nem látom nagy valószínűségét, hogy ezt a hitelt megadják, de hogyha nincs megpróbálva, akkor biztos, hogy nem lesz. Jegyezte meg Dobrán Gyula, hivatkozva egy dr. Gedej József alpolgármesterrel folytatott korábbi beszélgetésére. Az alpolgármester reagálva az elmondottakra hozzátette, szerinte nincs akadálya annak, hogy Jászberény újabb hitelhez kérjen jóváhagyást az államtól, és megvalósítsa fejlesztési elképzeléseit. Elfogadható az a költségvetés, amiben 834 millió forint lemeg a levegőbe, és esetleg április-májusban tudjuk meg, hogy nem kapjuk meg a hitelt. Tehát mi ezért nem tudjuk elfogadni a költségvetést, az eredeti önök által beterjesztett költségvetést. Mert ott 834 millió forint lemeg a levegőben. Tehát mi lesz a második fél évben, ha májusban megtudjuk, hogy nincs hitel. Balogh Béla válaszában figyelmeztetett arra, hogy a támogatott fejlesztések fedezetét akkor is elő kellene teremteni, ha a Fidesz szerezte volna meg a város vezetését októberben. Furcsának találta, hogy akkor vált kérdésessé a hitel jóváhagyása, amikor nem kormánypárti vezetés szeretné azt kérni. A képviselők konkrét megállapodás nélkül további egyeztetések reményében rekesztették be a hétfő esti tárgyalást, és senki nem tudott arra egyértelmű választ adni, hogy lesz-e elfogadott költségvetése február 12-én Jászberény városának. Az informális ülés további részleteiről Nézőpont című műsorunkban láthatnak bővebb összefoglalót.